Az öröm gyertyáját gyújtották meg vasárnap kora este a Szent István téren. Ünnepi beszédében Kis János alpolgármester arról beszélt, a harmadik gyertya fénye és melege csak akkor lehet igazán a miénk, ha azt érezzük, hogy a gyertya a mi személyes örömünknek is a jelképe. Ez a gyertya nem csak az örömöt szimbolizálja, hanem a családból a gyermeket is. A Szent István téri adventi gyertyagyújtáson ezúttal a gyermekek voltak a középpontban. Pető Judit iskola lelkész arról beszélt, hogy Jézus is gyermekként érkezett közénk. A gyermek létünk nagyon izgalmas. Megmutatja azt, hogy a csodák nem azonnal születnek és nem egy pillanat alatt jönnek. Az éneklő fenyőn ezúttal a Kossuth Lajos evangélikus gimnázium diákja énekeltek, majd Kis János alpolgármester ünnepi beszédében az adventi koszorú harmadik gyertyájának üzenetéről beszélt. De a mai gyertyának a fénye és a melege csak akkor lehet igazán a miénk, ha azt érezzük, hogy a gyertya a mi személyes örömünket is jelképezi. Idén Miskolcon a négy gyertya, a család egy-egy tartópillérét szimbolizálja. Az első az édesanyáké, a második az édesapáké, a harmadik a gyermekeké, az utolsó, negyedik pedig a családé. Az ünnepség végén pedig Kis János alpolgármester a betlehemi lánggal gyújtotta meg a Szent István téri adventi koszorún a harmadik gyertyát, amely az örömöt szimbolizálja.